Mikorra nézzük? Szeptember? Szeptember egy, igen. De úgy, hogy elsője legyen indulás? Igen, igen. Bár még csak február van, sokan már a nyári őszi szállás helyeiket foglalják le ebben a kiskunhalasi utazási irodában. Előzetesen arra lehetett számítani, hogy a törökországi földrengések miatt sokan visszamondják majd foglalásaikat, esetleg más úti célt választanak, de a tapasztalatok szerint ez egyáltalán nem jellemző. Nincsen változás abszolút, Törökország most az idén különösen népszerű egyébként, még az elmúlt évekhez viszonyítva is. A földrengés miatt lemondások nem érkeztek, Ö, ugye azzal valószínűleg tisztában van mindenki, hogy a földrengés az üdülő területektől nagyon-nagyon messze volt. De nem kell másképpen készülni, ugyanúgy kell készülni, mint bármilyen másik uticélra, sőt most már annyi könnyítés van, hogy útlevére sincsen szükség, személyigazolványjal be lehet utazni, ugyanúgy, mint hogyha unión belül utaznánk. Ma délelőtt többen is a nyári tengerparti szálláshelyek iránt érdeklődtek az irodában. Az az igazság, hogy az Egyiptom az nekem régi álmom volt, és a vírus utáni időszakban azt mondtam, hogy oda el kellene menni. Ennyi volt. Amikor elmennek nyaralni, akkor, akkor mi a cél? Inkább a pihenés vagy látnivalók mi alapján mérlegelnek ilyenkor? Hát leginkább a tengerparti pihenés a fő cél, de a környező Úgymond érdekességeket azért szeretjük megnézni. Úgy tűnik, idén az utazni vágyók többsége nem várja meg a Last Minute akciókat. A legtöbben már most igyekeznek helyet foglalni, annak ellenére is, hogy a korábbi évekhez képest drágultak a nyaralások. Nagyon komolyan benne vagyunk az előfoglalási szezonban. Ö nagyon nagy az érdeklődés, mozgás, attól függetlenül, hogy azért áremelkedés volt, ezt nem kell letagadni, főleg, hogyha a Covid előtti árakhoz képest nézzük a mostani árakat, de a tavalyi árakhoz képest is volt emelkedés. Viszont ami jó, hogy néhány túroperátor olyan előfoglalási akciókkal jött ki, hogy ha most foglal valaki, akkor árgaranciát vállalnak. Ugye ez a tavalyi év függvényében nagyon fontos, mert tavaly évközben is voltak ár áremelkedések már a befizetett utaknál is. Most, aki ugye ezzel az előfoglalási akcióval foglal, ő nekik árgarancia van, tehát nem fog emelkedni az ár később sem.